Aki épp él és mozog, az, amit csak lehet, otthon tartózkodik. Aki itt tartózkodik, az mindenki súlyos. Az elmúlt hetekben egyre aggasztóbb hírek jelentek meg a koronavírus helyzetről. Folyamatosan nő a napi esetszám, ahogyan a halálos áldozatok aránya is. Az aktuális kárpátaljai járványhelyzetről, a koronavírus gyors terjedésének okairól Polyák Mihálynál, a megyei infektológiai kórház főorvosánál érdeklődtünk. У нас виділено 90 місць, місць сьогодні загружено 74,4%. A megyei infektológián 90 kórházi ágy van elkülönítve a COVID betegek számára. Jelenleg 74,4%-uk foglalt. De ez a szám természetesen napról napra változik. A betegek döntő többsége 50-60 év feletti, krónikus betegségben szenvedő idős ember. Gyakorlatilag egyikük sincs beoltva. Eddig összesen legfeljebb 5 olyan személy került kórházba, aki megkapta a védőoltást. Sajnos megyénkben naponta 5-6 beteg szervezete mondja fel a harcot, mivel képtelen megbirkózza a súlyos szövődményekkel. Azt tanácsolom mindenkinek, gondolkodjon el ezen. A megye 13 kórházában elkülönített 1360 COVID-ágy 67%-a foglalt. A megyei infektológiai kórház főorvosa felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire veszélyes a delta vírus és milyen szövődményei lehetnek a fertőzésnek. У нас теж на Закарпатті хочу сказати, що він більш швидко розповсюджується, він більш агресивний. Sokkal agresszívebb és gyorsabban terjed, mivel fertőzőképesebb elődeinél. Súlyosabb szövődményeket okoz, gyakorlatilag minden nálunk fekvő beteg oxigénre szorul, olyan súlyos károsodást okoz a légzőszervekben. Van, hogy a beteg a saját lábán jön be a kórházba, aztán a kezelés ellenére 2-3 nap elmúltával már olyan rossz állapotba kerül, hogy oxigénre, ne adj Isten, mesterséges lélegeztetésre szorul. Az elmúlt másfél hónapban a korábbinál több beteget vesztettünk el. Ennek ellenére még így is a mi intézményünkben a legalacsonyabb a halálozási arány. Ukrajnában a közelmúltban 2 orvosi oxigéngyártó üzemet is bezártak. Sok egészségügyi intézményben fennakadásoktól tartottak emiatt. Jelenleg 2 napra elegendő oxigénünk van. Nehezen, de egyelőre biztosítani tudjuk a szükségleteket 87 koncentrátorunkkal. Ma reggel például 20 ballon oxigént kaptunk, amire nagy szükségünk van, saját oxigénellátásunk kapacitása ugyanis önmagában kevés lenne. Nem tudnánk vele pótolni a szükséges mennyiséget. Hogy mikor érhet véget a járvány? Ezt nehéz megmondani. Egyelőre felfelé ível a járvány. Egy valamiben azonban biztos vagyok. Ha a lakosság nagyobb része beoltaná magát, jóval hamarabb véget vethetnénk a járványnak. Az elmúlt 2 hónapban több beteg hunyt el a megyei infektológián, mint az előző járványhullám egész ideje alatt. Marosán Mónika, infektológus szakorvos mesélt arról, hogyan dolgoznak az orvosok 5-6 órát az orvosi szkafanderekben, és a betegek közül hányan szorulnak lélegeztetésre. Több órán keresztül tart a vizit, és a vizit közben is különböző gépeket szükséges a betegekhez hozzákapcsolni. Ez fizikailag megterhelő, főleg nyáron, amikor nagy a hőség, nagyon izzadunk. Voltak esetek, hogy szédülést is tapasztaltam. A kollégák közül nem egyszer hallottam, hogy volt olyan is, aki elájult a vizit közben, mivel hogy hát eleve a maszkon keresztül nehéz levegőt venni. Ezek a betegek, ezek mind oxigén, plusz oxigénellátást igényelnek. Van, aki a nap 24 órájában, de van, aki közben tart rövidebb szüneteket, pár perces szüneteket, de a betegek zöme az plusz oxigént igényel. A járvány ideje alatt egyre nagyobb a nyomás az egészségügyi dolgozókon, ami nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megviseli őket, hiszen nem könnyű feldolgozni egy-egy beteg elvesztését. Ehhez nem lehet hozzászokni, ez mindig nagy megterhelést jelent az ember számára, mivel ezek a betegek itt tartózkodnak napokon, heteken keresztül. Megismerjük őket közelebbről is, és természetesen ez mindig nagy veszteség lelkileg is, ez nehéz teher.
minden esetben, hogyha esetleg valakit elveszítünk, és ez elő szokott fordulni, eléggé gyakran sajnos ez a betegség, nagyon kegyetlen, és nem néz se kort, se társadalmi helyzetet, nem válogat.